A Bozsik iskola nevelési programjában központi helyen szerepel a labdarúgás, sokan ez alapján választják a meghatározó 8 esztendőre. Bozsik József neve pedig fémjelzi a nevelői-oktatói munkát, melynek fontos része az olimpiai eszme ápolása is. Május 25-én az olimpikonok nevét viselő iskolák futballcsapatai látogattak a Bozsikba, hogy együtt töltsék a Szőnyi Intézmény névadójának, Bozsik József válogatott labdarúgó tiszteletére szervezett napot, melynek nyitányán tradicionális koszorúztak, majd ünnepi műsort adtak a diákok. Az ünnepségen megjelentek a város vezetői, az iskola egykori igazgatója és az intézmény alapítványának, valamint szülői szervezetének képviselői. Potháczky Mária, a sportszerető fiatalokat nevelő intézmény igazgatója ünnepi beszédében a sport és a mozgás jelentőségét taglalta a jeles alkalmon. A sport nem más, mint az önmagunk, azaz testünk és szellemi feletti uralom minél tökéletesebb megszerzése. A görögök azt mondták, az aratja a legtökéletesebb győzelmet, aki önmagát győzi le. A sportoló ünnepnapja a verseny. Erre készül, ezért edzi, kínozza magát napról napra, hétről hétre. Ma elérkezett a verseny ideje. Kívánom nektek, hogy szegődjön mellétek a szerencse, és sikerüljön megvalósítanotok mindazt, amit célként magatok elé tűztetek. Majd ünnepélyesen felhúzták az ötkarikás olimpiai zászlót, és meggyújtották az olimpiai lángot is. Mi tagja vagyunk az olimpiai bajnokokról elnevezett iskolák nagy családjának. Ezek az iskolák pedig az országban, szinte az ország valamennyi részén megtalálhatóak. És mi kapcsolatot tartunk egymással, meglátogatjuk egymás rendezvényeit, elmegyünk egymás versenyeire, összemérjük tudásunkat és erőnket. Most sem volt ez másképpen, hiszen az ünnepséget követően a pályára léptek a meghívott iskolai csapatok. A nap meglepetéseként a tavaly a világ legjobb játékvezetőjének megválasztott Kassai Viktor fújta a sípot a gyerekek örömére a döntőkben. A labdarúgó tornát a budapesti Szent Györgyi Albert általános iskola nyerte. Második lett az ugyancsak fővárosi Csík Ferenc általános iskola és gimnázium. Harmadik helyen végzett a házigazda Bozsik. A betonoson szivacskézilabda vette kezdetét, melyben végül a Feszti iskola diadalmaskodott. A mérkőzés sorozat után a délutáni órákban a művelődési házban folytatódott az ünneplés, ahol ezúttal ismét átadták az iskola legjobbjainak járó Bozsik díjakat. Aranyfokozatú Bozsik díjat kaptak Gál Anna, Bácsi Brigitta, Bondor Csaba, Pete Barnabás 8-os diákok. A szülők közül Dudás István és felesége Dudásné Horváth Ibolya, Bondor Csaba és felesége Bondorné Bognár Irén, valamint Pete József vehettek át díjakat.